Még 200 méter van hátra! Ezek a felvételek a tavalyi Kisalföld vágtán készültek, a több mint egy kilométeres távon hasonlóan látványos küzdelmekre és színes programokra ezúttal is készülhetnek a Gyirmótra látogatók. A versenyzők már pénteken délután megérkeztek a vágta helyszínéül szolgáló Rodeo Ranchre, ám az igazi lovas programok szombaton és vasárnap lesznek. Települések közötti versengés, fogat és akadályhajtás, pónivágta, lovas kaszkadőr bemutató, lovas ügyességi verseny és még sorolhatnánk. A Kisalföld vágta győztese ezúttal is ingyen és bérmentve vehet részt a szeptember közepi fővárosi nemzeti vágtán, ám érdemes tudni, hogy az eddigiektől eltérően idén telivérek nem indulhatnak. Kivétel ezt a Kisalföld vágta. Én imádom a telivéreket, nálam a jó ló az a gyors ló, és a telivérfajta az erről híres, úgyhogy a mi rendezvényünkön lesz telivérfutam. A Kisalföld vágta szombaton délelőtt 9 órakor nyitja kapuit, és egészen vasárnap este 8 óráig tart. Ha kíváncsi a versennyel és a programmal kapcsolatos részletekre, akkor nézze ön is a híradónk után nem sokkal kezdődő Győri téma című műsorunkat.